Két hét kihagyást követően rendeznek ismét bajnoki fordulót az élvonalban. A Kisvárda az elmúlt két mérkőzésen nem szerzett pontot, ennek ellenére a középmezőnyben egészen pontosan a hatodik helyen várja a folytatás Mírusza László együttese. A Mezőkövestől hazai pályán elszenvedett 2-1-es vereséget követően volt sikerélménye a Várdának, a Magyar Kupában ugyanis múlt vasárnap Pilisen 1-0-ás győzelemmel léptek tovább Lukaszék. Szerintem a hét közben kell játszani a kupamester, játszottuk a hétvégén, semmi baj, tudott. A legjobb csapat küldetem a pályát a Pilis ellen. A ritmus megvan, most menjünk Ferencvárosba, vasárnap. Természetesen nem mi vagyok a favoritot, de már látok a foci egy csoda. Elveszni kell a fociot, nem kell félni semmiről. Természetesen a Fradi tudjuk jobb csapat, de nekünk is van egy csansz. A vezető edző a Fradi ellen nem számíthat az eltiltott Cukalászra és a sérült Rubusra. Mírusza László gondjait viszont enyhítheti, hogy Tisler Patrik kezdi megtalálni gólövő cipőjét. A támadó eredményes volt a Mezőkövesd ellen, és Pilisen is ő szerezte a továbbjutást jelentő találatot. Meccs hiányom volt, mikor ide érkeztem, de hát ezt meg is beszéltük ugye a vezetőkkel, az edzőkkel, úgyhogy ezt így tudták, én is tudtam, mondták, hogy legyek türelmes, ők is türelmesek lesznek hozzám, de hát nyilván én voltam a legtürelmetlenebb, hiszen én minél hamarabb szerettem volna gólokkal segíteni a csapatot, játékkal, úgyhogy remélem, hogy most azért adott ez egy kis önbizalmat nekem, és innentől kezdve jönni fognak a gólok, jönni fognak a jó teljesítmények, és jönni fognak a győzelmek is. A Ferencváros-Kisvárda mérkőzés vasárnap 16 órakor kezdődik a Grupa Arénában. A hetedik forduló további párosítása a következő: Mezőkövesd Budapest Honvéd, Kaposvár Diósgyőr, Zalaegerszeg Paks, Debrecen Puskás Akadémia és Molfehérvár FC Újpest.